Na, itt is vagyok. Azt mondja Johnny Zoli, hogy egyszerűen nem csatlakozott a telóra, jött, hogy az otthoni szerverre csatlakoztál, viszont áramszünet volt. Ezt hogy sikerült elővezetni? Hát, sajnálom, viszont legalább akkor hazaértél, mert az nem egy rossz dolog. Na, most jött el annak az ideje, hogy fület cserélek, már hogy ezt kicserélem, addig töltődjön a másik. És rögtön jöhet még egy játék. Most megnézzük. 59 LP-n. Még csak ide. Jó. Hát egészen pontosan odaértél, ahol vagy. Ez szerencsés, mert hogy mi lenne, hogyha nem odaértél volna, ahol vagy? Akkor magadon kívül lennél. Na, let's go. 59 LP Platinum 1. Ez 2-3 ilyen jófajta win, vagy jóval több ilyen top 4-es. Jó, hogy asszonyért mentél. Aha, te viszed haza kocsival ilyenkor? Noise. Let's go, pontosan. A munkába. De az nagyon éjszakai műszak. Oh, Jesus. Vagy munkába mentél érte? Mindegy. Dolgok. Na, úgy már jobban hangzik, hogyha most végez. Tehát, akkor te vagy a taxiszolgálat hazafele. Tökéletes. Na, az első Augment Prismatic. Mayhaps. Orn Artifact, vagy Placidium. És most belemászok az Orn Forge-ba. Megpróbálom meg van menel, nem akarok egyébként, nem, inkább menjük a Placidiumba. Azt mondja, hogy csirke. Nuggets. Best az éjszakai műszak? No, hug, no. Az biztos nem best. Szóval sikerült újra elvesselnem nem eredeti firmware-ről egy régebbi beltéri IP kamerát. MJPEG és RTSP feedet is. És mire akarod használni? Otthoni ilyen security dologra, vagy csak úgy egyszerűen barmolod a heckedvéért? Ja, észkönyv műszakban nem másznak a nyakadra és tudsz normálisan nyugodtan dolgozni. Ez igaz, mondjuk az én munkámat nem lehetne akkor csinálni, de nekem igazából az lenne a bajom, hogyha váltakozni kéne az éjszakázásnak, nappalozásnak, mert az no-go. Miért ilyen hangos most az a zene? Vagy lehet, hogy csak jobban hallok a jobb füleknek. Otthon akartad tesztelni? Most. Ja, hát go for it. Most megveszünk mindent, megnézzük, hogy miből tudunk elindulni. Ez a kezdés eddig nagyjából semmi. Ó, viszont ez egy majdnem Piltover kezdés. Ez a dal még nem tetszik, úgyhogy ezt átugorjuk. Na, ez sokkal csillesebb. Így kell ezt. Az a címe, hogy More. Ja, nem, igaz, More, de More. Véletlenül kapnék egy egyszerűleges Piltover juntot. Nem fogok. Mit játszak?
Ebből lehet-e bármi érdekeset csinálni? Starter kit lehet, hogy nem lenne rossz. Vagy legalábbis ez garantáltan jó. Radiant Relic meg a Friarchoz. Ah, tudjátok mit? Menjünk vezébe. Hello? Hello? Mr. Shurima? Ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell. Áj, ezért pingelnek, hogy mi a szart keresek itt. Az írra, de hát ezt csinálja a... Mi a fenem? Starter kitem. És ugye ami ebben a szépség, az az, hogy a következő stage, a következő két stage elején meg is kapom őket újra. Tehát lesz egy... lesz egy garantált két csillagos azírom. Dax, szép estét, köszi a lörkölést. Na, jó, hogy látom. Látlak errefelé. Ő kap egy Sunfire-t. Meg egy ilyet. Ezt még azért nem akarom rápakolni a helyett, hogy az armorból csinálják egy Sunfire-t, mert lehet, hogy egy static sívet fogok rápakolni az azérra. Jó, ezt is megnyerem. Azt hiszem. Rek'Sai még nem annyira vészes ilyen early-ben. Ízarany? Ízarany vagy Teemo? Teemo. Bocsánat, most akkor ebből nem ekonomizálunk. Ha nem... hanem következő szintlépésnél beteszek egy Teemot, csak azért, hogy legyen még egy stratégistám. És akkor megpróbálunk egy ilyen Shurima stratégista azir carry borzalmat elővezetni. Ugye, mert akkor nekem emellé kell egy pálca a Hextech Gunblade-hez. Emellé kell egy statik, vagy hát egy íj a statikhoz. Most ez viszont egy picit lehet, hogy problémás lesz. A Shurima Heal talán még egy kicsit életben tart, de... Jóló. Haló, jóló. Oké, okay. Easy. Szeretem ezt az early win stratégiát. Elhozhatnám azt, ha megengedik, de hát ugye utolsóként fogok pikkelni sajnos. Az nagyon jó lesne, az nagyon jó lesne, de egyértelműen el fognak kelni early-ben. Több. Még az armor esetleg, hogyha az marad a végén. Ja. Most elhozunk egy armort az early-ben csak azért, hogy legyen egy kis tankosság ezen a win. Itt egyébként később majd le fogunk cserélni. Tartsuk fent a látszatot, vagy a win streaket. Három sűrűn van, két strategist, két bruiser. Igazából ezt rá is rakhatnám az azírra. Ja, rá is teszem az azírra, mert emberek itt engem nézegetnek, hogy mi történik nálam. Többek között ő, aki szintén 5-ös szintű Pioneer Challenger Juggernaut, és pont ellene jövök. Ha a frontline-om egy picit túl tudja élni, akkor nincs baj. Jó, a Warwick meghalt, az volt a problémásabb. Jó, ezt megnyertük.
Azt mondja, hogy még mindig valahogy abszurd ez az autochess műfaj, vagy legalábbis TFT-ben érzed, hogy nem látod át a kombókat. Ugye nagyon nagyok a változások egyébként setről setre, tehát hogy nem meglepő egyébként, hogyha az ember nem látja át éppen. De nekem valahogy ez nagyon kézenfekvő műfaj. Ez az egyik olyan játékstílus, amiben tényleg tudok jó lenni. Tehát, hogy a másik meg mondjuk az ilyen Magic the Gathering, vagy egyéb hasonló ilyen kártyajátékos történet. Nekem ezek a stratégiai gondolkodások sokkal jobban mennek, mint az ilyen akció alapú dolgok. Azt mondja, hogy Hearthstone Battlegrounds-ban verekszel, de most már kezded jobban érezni. Na, azt is rég játszottam, de majd annak is lehet, hogy adok még egy esélyt. Meg ott van a damage kalkuláció is, ami nem konstans. Igen, a damage kalkuláció az egy olyan dolog, amire még én sem mindig figyelek oda. Most már a saját, maga a makrogame szinten egész jól érzem a dolgokat, de még az, hogy azt számolgatni, hogy hány damage-et okozok az ellenfélnek, vagy hogy ha ilyen nagyon óvatosan ki kell balanszolni, azért nem játszok például gyakran Piltovert, mert a Piltovernek van egy olyan része, hogy lose streakelni kell ahhoz, hogy erősödj, hogy aztán majd aztán egyszer nyersz egy meccset, és akkor kifizeti úgymond azt a lose streaket, amit kaptál, és nekem az sosem megy, hogy ilyen nagyon óvatosan kibalanszoljam, hogy mikor, vagy mennyivel veszítsek, tehát hogy ilyen éppen hogy kikapjak. Vannak, akik egyébként ezt nagyon profin művelik, és ilyen egy egység marad az eneminél nagyjából ki van matekozva, hogy tudja megoldani legegyszerűbben, és azokat nagyon irigylem, mert iszonyatosan nagy meccseket lehet vele futni. Jó, azt mondja, hogy Csináljunk egy Hextech Gunblade-et, vagy bízunk egyelőre még a Shurimának a healjében. Értok, hogy YOLO. Addig szlemeljük, amit tudunk, ameddig win streakben vagyunk. Jó, őt megverem. Nem jut hát a frontline-omon. Super. Eddig 100 HP és win streak 3-1-en, az mondjuk annyira nem nagy assist az. De ahhoz képest, hogy valaki már, akit most megvertem, az a 47 HP-n van, azért ott lesznek bajok, én úgy érzem. Social distancing dolgok. A scoped weapons nem rossz ide, a knowledge downloadnál tudnék jobbat. Social distancing... kérdőjel. Damage-et akarunk, vagy attack speed-et? You have my bow. Tökéletes, na így kellett rollolni, srácok. Így kell ezt csinálni. Mr. Cirip Cirip. Jó, szerintem őt is megverjük, ha az ugrogot nem csinál valami nagyon aljas dolgot. Ez a dal, ami most megy, kicsit arra emlékeztet, mint a No Copyright Sounds-os albumokban, már ugye aminek az a neve, hogy No Copyright Sounds, abban van egy-két dal. Azt hiszem a Ellen... nem is tudom már, hogy hívják az illetőt, aki csinálta őket, valami Ellen akárkicsoda. És nem tudom hányszor használtam az ő zenéit, ilyen mindenféle YouTube videókkal. Még 1000 éves League of Legends-es időkben, amikor még a KSTV-s LOL pillanatokból csináltam
néha videókat. Jesus, az sem a volt. Jó, akkor most jön a power levelezés. És 4-1-en kapok ugye még egy azírt. Meg lesz a két csillagos azír. És surimából akarunk-e 5 surimára menni? Igazából nem lenne rossz egy Talia, mert akkor legalább a multicastert triggerelné a Teemo-val. És aztán tanknak meg ugye a Y helyett bepakoljuk vagy a Xantét, bár hamarabb van esélye a Nasusnak. Meg bepakolunk egy... mit is? Egy... oh, no, please don't. Egy Jarvan-t. Ugye a Jarvan is strategist, az sokat jelent nekünk. Ja, eddig egyelőre nagyon szépen posztolunk a győzelem fele. Ha el tudom vinni ezt a Jarvan-t, lehet, hogy elviszem. Ha nem, akkor Nasust azt sem fogom tudni elvinni. Mi az, amire itt van relatív lehetőség? Van az egy posztos kardra, talán lehet, hogy a Jarvan-ra is, ha nem viszi el senki. Please, 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 ne vidd el, ne vidd el, ne vidd el. Anyád. Na jó, legyen az armor. És akkor ő megkapja az armort. Ugye? Yes. Jó, még kettő kört kell lenyomjunk úgy, hogy ne kapjunk ki. Őt szerintem megverem. Őt kérdőjel. A cikloidot meg szerintem, ja, most nem adom át, ellen megyek. Jó, őt megverjük, szerintem. Csinált egy majdnem tökéletes Garen-t, de... szerintem az azír az kicsit erősebb még most. Mint egy egycsillagos Garen, akármennyire is fel van pimpelve. Ja. 9-es win streak, 100 HP, 50 gold. Egyelőre jól haladunk. Míg azt az utolsót, ha megnyerem, az nagyon sokat tol a helyzeten. Lehet, hogy meg is kockáztatok itt egy level up-ot. És egy... még egy ilyet. Akkor még egy invókert is. Lehet, hogy a... na, viszont erősebb. Ugyan elveszítem az 50 aranyos ekonómiámat, viszont megtartom a plusz 5 aranyos, vagy plusz 3 aranyos win streakemet. Jó, itt ő már egy picit erősebb, és ugye elég jó a Magic Resist-je. Lehet, hogy lesznek pici gondjaink, de nem lesznek gondjaink. Jó, nem szóltam, azt is csak hallottam. Főleg így, hogy a Action kisznájpolt a carry-ét. Jó, legyen jó. Bye, Felicia. A második szegmest végig toltuk szintén win streak-ön. Ez azt hiszem jó kezdés. És... itt elkezdhetek. Szépen lassan. Majd vadászni magamnak jobb tankokat. Tehát például, hogyha megtalálnék egy Nasust, akkor le is cserélném a Veet-re. Meg lenne az 5 surimánk, ami az összes surima egységemet felemeli, amikor... amikor megtörténik a dolog. Na hát ezeket az itemeket viszont nem szeretem. Tehát ez most nem bejövős. Még egy ilyen.
Őt elviszem, csak a... Hát, nagyon jó. Shurima Juggernaut. Egy... kettő... három... Tökéletes itemek Mr. Shurimurira. Hello, Heimer. Mit gondoltok? Early Heimer. Most veszítem el a pénztrikemet? Yes. Mert neki már van iteme. Kettő is, meg egy ilyenje. Ki vagy te, cikloid? Négy stratégista Empress Shurima Juggernaut multicaster. Aha, de ő is próbálja azt a buildet, amit én. Ez nem érdekes. Ez nem érdekes. A long distance spells nem rossz, de valószínűleg a Shurima embléma és Thaliával jobban járok ebben a szituban. Méghozzá úgy, hogy... Mr. Mixer. És szerintem őt ide bepakolom. És... Mi lenne, hogyha szlemelnék egy early? Goldinator. Let's go! Goldinálunk egyet. Valószínűleg ki fogom szedni a Lissandrát onnan, mert annak most pont semmi helye nincs ott. És akkor helyette fog bejönni a Jarvan. Itt most nincs nagy gond egyelőre. Még talán. Question mark. Hogyha meg tudom ölni most nagyon gyorsan a Rek'Sai-t. Még ott nagyon sokat healelne. Hello. Nem tudom megölni a Rek'Sai-t, mert nagyon sokat healelni. Nagyon kéne az egy darab IR-ra, szerencsétlen az IR-ra. Mechanos Farm. Hát no. Thalia. Tudok, mint ezt a Thaliát bepakolom inkább helyette. Goldináljunk. Egyébként valószínűleg nem a Goldinatort kéne. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Azért Gripperomatikát kellett volna vegyek és kitenni a frontline-ba a törretet. Erre nem lesz szükség. Adjál nekem aranyat? Köszönöm. Aranynyomtatás megkezdve. És hogyha ezzel most fent tudom tartani a winstreaket, vagy hát tudok csinálni egy winstreaket, és kapom folyamatosan a goldinátoros arany, aranyat, szavak. Akkor... az nem lenne rossz, vagy az nem lenne rossz, de hát obviously nem fogom egyiket sem megkapni. Ez nem lesz meg, nagyon jó. Card. Jöttek, hogy elhozom ezt az armort. És szerintem a Jarvanra teszünk egy jó öreg Chain Vestet. Ez nagyon jó. És... megkockáztassam-e a 7 Shurimát? 1-2... Ja, maybe, question mark. Egy ilyen. Ilyen. Az, hogy semmi itemet nem kaptam még az Azirumhoz, az egy eléggé szomorú tény. Főleg úgy, hogy ennek is már van egy kettes Azirja, meg Sennája, meg egy... Isten tudja milyen.
Üdv már meg, thank you very much. Nem jó. Nagyon nem jó. Kicsit visszaeséseket tapasztalok. Mit tudunk el? Ezt eladjuk, csak hogy legyen 50 aranyunk. Itt valaki már egyébként az Empress Bruiser fantasztikummal itt hegeszti a winstreaket. Az nekem is fel kéne mennem még egy szintet, csak most egyébként még nem tudnék mit berakni, aminek legyen értelme. De. Még egy stratégist, 4 strategist. Jövünk, és most le is rollolunk, mert ez úgyis 3D nyomtatja nekünk az aranyát. Mit csinálsz? Gránátozol, az nem? Ajj, na ezt hamarabb kellett volna. Ha emiatt veszítem el, akkor morci leszek. De jó, az mondjuk a... A demáciai Atrox, ez egy picit aggasztó történet. Jó, hát a... Lehet egyébként, hogy helymert ki kell vegyem majd, mert nem lesz elég a strength. De most kiderül, hogy milyen itemeket kapok ebből az utolsó csirkekörből. És akkor let's go van. Érted, ez a Renekton se ér semmit kb. Frontline-ban. Most már a Nasus az nem lesz rossz. Mr. Anus. Teljesen használhatatlan itemek. Lovely, lovely. Tehát egy rohadék ból legyen benne, please, please, please. Jó. Nagyon jó. Ha nagyon muszáj lesz, ismét lehet csak kérni kell? Yes! Igazából még azt megtehetném, hogy őt beteszem valami helyet, de ki kéne venni a Mr. Yordle-t. Nem vagyok benne biztos, hogy azt szeretném. Ha ezen az item karuzán nem tudok szerezni egy használható itemet még azért, akkor le fogom cserélni a tárgyat azért. Vagy azért akkor fel fogom patintani rá az Edge of Night-ot. Nem optimális rá, de ha egy kicsit el tudja terelni róla néha a fókuszt, akkor lehet, hogy megéri. Kéne még egy kis Heimer esetleg, és akkor több goldot 3D nyomtatnék. Ugye, ezt megcseréljük így. Valahogy így. Van egy olyan cucc, amit nem mindenki tud, hogy a Heimernél minél több attack speedet raksz a Heimerre, annál gyakrabban lő a torony a ilyen speckó lövését. Tehát, hogy aztán minden harmadik lövésére a Heimernek lő a egy nagyot a torony. 1, 2, 3 vagy ötödikre, vagy valahogy így. Lényeg az, hogy dob valami nagyobb lövést is a torony. Hogy mi az, törret. Jó, ezt a csávót ezt megverjük. Ez. Fantasztis, bár mondjuk ez csak a szelleme, ha jól látom. De 40 fölé esett az aranyunk. Ami fasza. Kinek ott true damage a Nasusnak? Mégis semmire. Demácia. Jó. Most esélyes, hogy cikloid ellen megyünk majd, és most én elkezdem ezeket megcserélni. Az egy. Ugye? Heréljetek csehet. És így.
Miért ad goldot a torony? Azért, mert vettem rá három darab Goldinator cuccot, amit nem lesz erősebb, viszont Executor 12% HP alatt, és ad is aranyat. Hát van rá esély, hogy kellően... Ajj, no, azt kirúgja onnan, ezt nem szeretem. Na, még egyet, még egyet? Ah. Majdnem, majdnem. Erre hogy veszek cuccokat, amikor bent van a... az nem lenne rossz. Vagy... Nem, valószínűleg azt kéne kiszedjem ahhoz, hogy legyen... Természetesen nem. Elvinni azt a... anyátokat? Azt bizony. Minden jót el, csak liszt kellem. Szóval úgy beszél rá cuccokat, hogy amikor bent van a helymer, és ezen még nincsen meg a három módosító, akkor az utolsó helyen mindig lesz valami random módosító bizbaszod. Ami segít ezen a történetön. Azt mondja, hogy... Mennyit sebez a... Jó, legyen egy multicaster még bent. Oké, hogy van action, de... Multicaster egy fokkal többet ért. Nem sokat játszottál Heimerrel egyszer se. Én sem nagyon gyakran játszom Heimert őszintén. Tehát, hogy... Múltkor csináltam egy olyan buildet, ami nagyon-nagyon vicces volt, hogy... tettem a Heimerre egy Challenger emblémát. De megver ez a csávó. Te jó Isten. Ez fáj. Viszont mindjárt top 4. Balax, Zoli, jól van, jó cakát, és tudod, minél többet alszol, annál közelebb az új gép. Jó, valószínűleg... őszintén nem tudom, mit csináljak. Jó. Nem tudok más csinálni, rápakolom az Edge of Night-ot erre a balfékre. Na az, mondjuk... aggaszt. Az egy nagyon gyilkos regszáj. Teljesen lenullázta a frontline-omat, szegény. Nem akar meghalni. Please don't. Nézd meg, az alsó közé win streak-elnek. Ha nem tudok most valamit csinálni, lehet, hogy ki kell vegyem majd a Swain-t. És betenni a helyére a Sejuani-t. Mert akkor ugyan veszítek egy strategistet, de kapok egy bruisert, meg a Sejuani nem ugye egy elég erős unit. Na. Ugye meglátjuk, mit kapunk, mert teljesen használhatatlan itemeim voltak sajnos. Vagy lehet, hogy szlemelek egy... Mit kéne itt csinálni? Kik voltak a damage dealereim? Hát az a tank, az sokat nem ér. Akármilyen hülye hangzik, lehet, hogy veszek még egy ilyet. Nem, ez is meg fog állni. Baj van. Baj van, skacok. Most ötödikként kiesünk. Ha csak valaki nem esik ki jobban. Please, 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 esk ki nagyon. Nem.
Ez nagyon idegesítő volt. Volt egy tök jó buildem, volt egy tök jó ötletem, és semmi nem támogat. Ezért jött a streamet nézni. Sadeg. Ennyit a win streakunkra. Na nem baj. Köszönöm a támogatást, Dia. Jó. Nem baj. Nyomassunk még egyet. Hát a kapunk valami high rollt. Azon gondolom, hogy két limből ki szálljak-e, vagy sem. Ah, tudjátok mit? Vegyünk egy mesztőrit, és megpróbálok egy Beyblade Garant ráeröltetni. Minél többet hallgatom egyébként ezeket a zenéket, annál jobban szeretem. Tehát még nem hallgattam annyit, hogy megunjam, de már hallgattam annyit, hogy jóra hallgassam. TF-et akarod kipróbálni még Urfot? A TF nem rossz kezdőknek nagyon jó, mert ugye mindig az optimális itemeket ki tudod pörgetni belőle. Az Urf pedig hát nagyon jó értelemszerűen az ilyen vertikális sok magas traites buildre. Tehát mit tudom én, a sok Shadow Isles, a sok jó öreg mi az? 9 Demacia, a 8 Sorcerer, ezek mind elég erősek egyébként most. Csak, ja, kell hozzájuk megfelelő mennyiségű és minőségű embléma, úgyhogy ja, az Urf az oda kifejezetten vicces tud lenni. Egyetlen baj van egyébként a Mastery-vel, amit most én hozok, hogyha nem kapsz semmi olyan itemet, ami attack speedes, és nem tudsz olyan buildet építeni, ami attack speed alapú, tehát Challenger, Garen, Aphelios, vagy valami, akkor... akkor egy, azaz egyetlen egy darab olyan augment van az egész messzeri specifikus poolban, amit tudsz használni velük is, mert az meg a mana generáció gyorsítja meg. Tehát hogyha mit tudom, egy invoker vagy egy sorcerer buildet tudsz csak kirakni a nálad levő dolgokból, akkor kénytelen vagy a random érkező augmentekre fókuszálni, mert garantáltan kapsz jót a E-ből. Na nézzük, Hall of the Nine, minden stage elején mindenki ugyanazt a lootot kapja egy poolból. Itt tegnap rájöttem, hogy az ugyanaz, az azt jelenti, hogy ugyanolyat. Tehát hogyha például az a rewardod, hogy kapsz egy két csillagos level 1-es unitot, akkor nem mindenki ugyanazt a unitot fogja kapni. Tehát hogy ezt fontos megjegyezni, mert én tartottam tőle, hogy így fog működni. No. Na, ez egy potenciális Demacia kezdés. Hogyha nagyon szar a helyzet, akkor egy potenciális Challenger kezdés. Vagy, hogyha itt kapok egy valami Piltover unitet, akkor lehet, hogy megtartom a Piltover, de nem kapok. Úgyhogy megjátsszuk a... Megjátsszuk a lehetőségeket, mert egyelőre ez a két item ez nagyon jó, hogyha szerzek emellé egy íjat és csinálok tőle egy inszót, és ebből pedig csinálok egy Bloodthirstert, akkor meg lehet csinálni a Beyblade Garen. Ja, erre nem lesz szükség, úgyhogy ezt megvehetem. Azt mondja, hogy ez az egyik build, ez a másik build. Ez meg nem tudom a fake-be. Jó, ez 1, 2, 3, 4, 5 pár. Lehetne egy kicsit nagyobb mákom. De minden esetben ezt fogom választani. Multicaster Soul. Mi fasz? Na, bocsánat. Nem biztos, hogy akarom. A
Cruel Pact... Miért kell ilyen jókat adni el? Jó, tudjátok mit? Bejolózzuk. A lehető legszarabbakat adta egyébként. Gunner Piltover... Vagy hát nem szartak, mert a Gunner Piltover-t ezt tudom kombinálni, és akkor egy Void Embléma is. Jó, akkor ez egy Zeri build lesz. Most bejolóztuk ide. Őt megtartjuk. Ja, kár, hogy eladtam ezeket a vályokat. Tell me why. Ebből addig kihozzuk a maximumot, ha eddig tudjuk. Foggy vagy fogyi? Froggy. Meg itt reconnectálget folyamatosan, de hát a... Jó, ez win. Nem volt annyira meglepő a dolog. Jöjjük, mert Krisztánát ki kellett volna vegyem már korábban is. Ezek pedig eladhatók, mert nem lesznek benne a buildben. És... Csináljunk egy ilyet, hogy maradjunk tényleg egy erős early win kondícióban. Bár mondjuk a Piltover miatt nem biztos, hogy winelni kéne. Tudjátok, hogy meglátjuk. Ha kapok még egy Piltover egységet, legyen az... bármelyik a... 2-3-ból, aki még nincs meg itt a early game-ben, akkor megpróbálunk szándékosan veszteni ilyen éppen, hogy csak. Nem biztos, hogy menni fog, mert ebben sajnos még nem vagyok jó. De... egy próbát megér. Na. Igazából, ha nem tudjuk nagyon hamar kiszedni a Piltovert, akkor nem fogok rajta szarakodni, akkor csak late game-ben. Ó, ott a Piltover. Jó. Jó, akkor... így csináljuk. És most jön a szándékos loose streak. Yay! Viszont, hogy van egy Gunner emblém. Ez azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Összejött a 6 Gunner. Nagyon fontos. Oké, okay, ők meghalnak. Nagyon kedve. Szerintem ő is. Jó, sikerül veszteni. Picit nagyobbat, mint ahogy szerettem volna, de... milyen baj az? Szándékos, tényleg szándékos. Az erősíti a Piltoverünket, hogy lose streak-elünk. És azt a bow-t azt próbálom kilopni, mert biztos elviszik addigra. Jó, mi fog kelleni még? Hiszenem azt az Echo-t, maybe. Ja, let's go Echo. Let's go Echo. Vagy itt most azt kell majd csinálni, hogy gyorsan fel lustrikelem magam olyan helyre, ahonnan már értelme van megnyerni. És aztán átváltom... Tudjátok, mint lehet, hogy azért őt bepattintom ide csak azért, hogy egy picit többet öljünk meg. Ugye látjátok, most ez azt jelenti, hogy 2 goldot ér, egy egyes loss streak-en vagyok, következő loss-szal már 2 charge-ot kap, akkor még több aranyat fog érni, és így tovább. És amikor megnyerem a kört, az egyik kört, akkor ami itt van ebben a charge-ban, azt átalakítja power-ré. Ennek a csávának meg mély van? Ja. Most ő játszik starter kitet.
Jó, hát itt egy kicsit még erősíthettem volna magamon, mert mindenki bazi erős. Jó, szerintem visszateszem a target damage-t előre. Erre nem lesz szükség. Visszateszem a target damage-t előre. És ennyit erősítünk a build-en. Vagy így. És ja, megpróbálunk valami kicsit kevésbé borzasztó loose tricket végrehajtani. Ezt is eladom. Minél több aranyat összeharácsolok, minél több loose tricket összeharácsolok, azzal együtt, hogy talán nem túl sokat veszítek életből. Hopefully. Ez most egy picit problémás lesz itt, én úgy érzem. Oké. Azt mondjuk, megöljük a poppit. Mondom, megöljük a poppit. Na, azért. Legalább egy valamit leszedtem onnan, de... azért mindig elég izmos, sajnos. Most értél haza? Na, akkor... Minden jól ment. Kicsit jobban kéne balanszoljam a... lúzaimat. És... most a dolgok kedvéért ő kap egy ilyet, ő meg bejön ide, hát ha nem hal bele. Eddig inkább meg se szólaltunk, hogy az útra tudj figyelni. Ja igen, nem írtak hangosan, de direkt lábújhegyen gépeltek. Még egy armor, fantasztikus. Mi a szart kezdek ezekkel az itemekkel? Ilyet kéne adni. Jó, mi ez? Valami leesett. Hirtelen húzat lett, úgyhogy egy pillanat és jövök, hogy becsukom az ablakokat. Nem menjenek sehova. Haló, kamera? Kamera? Miért nem kapcsolsz ki kamerát? Barátom. Na mindegy. Akkor egy pillanat mondom esencsét. Na, itt vagyok. Itt vagyok. Nem érdekes. Nem érdekes. Gunner Crown. Visszateszem a kamerámat nagyon gyors. Hello. És mindjárt olvasom, hogy mit írtatok, csak... nézzük, hogy... erre most ráteszek egy gunnert, nem érne. Szóval. Tegnap menet miatt felcsatlakoztál, hogy a Womos standon keresztül tud kapcsolni a légkönt, aztán úgy maradt a WireGuard. Jött a vihar, áramszünet lekapcsolt a szerver, és nem tudta oda felcsatlakozni a streamhez. I see. Ez a csávó, ez egy kicsit bajos, ahogy így ellenem most éppen. Lesz. Hogy kerek legyen? Ja! Na, most ezt a loose tricket ezt élvezem, már hogy loose szempontból, de lehet, hogy kell egy kicsit erősítsek magamon.
Úgyhogy... Négy Gunner. Négy Piltover. Nagyon jó, és akkor te kapsz egy ilyet. És... meg egy ilyet. Picit pumpáljuk a dolgokat itt, mert hogy szinte semmi nincs, ami kellene. Na, őt már lehet, hogy van egy minimális esélye, hogy megverem. A négy Gunner miatt. Ja, őt elverem, úgyhogy ennyit a lose streakünkről, viszont akkor most átmegyek, megpróbálok win streakelni. Ja, egy picit túl erősítettem magam. Sadeg. Dehogy van? Mi van dehogy? Kevés HP-nk? Nincs egy darab bósa az egészben, ezt most komolyan mondjátok. Mi az Isten ez? Hát akkor a könycseppet elviszem, muszáj lesz a... mi a szarhoz? Hand of Justice-hoz folyamodni. És ugye ebből pedig kapunk 22 aranyat most a Lustrik megtöréséből. Mi azt jelenti, hogy... innen menjünk most már Winre? Mayhaps. Még egy picit lerollolok. Semmi érdekes, igazán szomorú. Kedvom már ezt is ki kéne vegye minden ezt a szerencsétlen random kill-t. Nézd meg, és akkor ezt meg most ellúzolom. Szomorú. Még csak egy win streak-et sem tudok megtartani. Hát... és innentől már nem érdemes veszíteni nagyon, mert nagyon sok lesz a damázs, mint bekapok. Teljesen használhatatlan eszeveszett szar itemek. Okay, I'm fine with that. Jó. Mindjárt meglátjuk, mit tudunk ebből megeszteni. Jó, ezt megnyerjük. Csak hogy konzisztensek legyünk, ugye? Egy win, egy lose, egy win, egy lose, mert pont az a lényeg ennek a buildnek, hogy ne azt csináld. Jóban. Nem baj, legalább lesz 6 gunnerünk, ami, hogyha kapunk egy zerit végre, akkor az működik. Ó! Oh. Te legyél így, meg így, meg így, akkoratilag. Miből kéne a végén Gunner-t csinálni, az a jó kérdés. Valószínűleg egyébként az Aphelios fele kéne hajoljak. Mi a f... viszont Zeri. Meg kurva sok arany. A dinóból? A dinóra sajnos nem tudok itemeket rakni. A dinó lenne rossz egyébként.
komolyan mondom, hol is itt, mi a fasz ez a... Már bocsánat a frágárságért, de mi a... Búbánatos lófasz ez a biotit, kérem. Következő körben mindjárt átállítom a buildet. Legyen 6 gunnerünk. Nem mondod, hogy megver a Soraka. Soraka carry. The fuck. Na, ez nem érdekes, ez nem érdekes, az érdekes, ez nem érdekes. Vérbanán? Így, pontosan. Pontosan úgy. Még egy? Közeli. Jó, Te mit csinálsz? Téged kiraklak. Adaptív implant 30% attack damage és ability power. Max rád. Te pedig rád. Jó. Majd egy picit meg kell erősítsem ezt a csapatot, mert valami még nem kerek. LOL. A Xante kirántotta a dashéből a Kaisert, majd hozzábasztál a falhoz már. Ez is egy lose, de ez nem volt annyira vészes. Mások meg nagyon erősek. 5 Sorcerer, 3 Strategist, 3 Invoker, Multicaster. Bár most kigapott. Ez se rossz szám. No, szóval ez garantált. Tudjátok mi lesz? Megvan, megvan, miből fogok... miből fogok tankot csinálni. Méghozzá az ugrikorokból. Hogy mit, nem tankot, hanem... challenge. Nem. Gunner. Na, szava. Ez viszont nagyon kinyi. Mi az Isten? 19 HP. Jó. We need a Hail Mary. Kire van itt szükség? Kire van arra az íra? Hello, íj! Vigyetek mit? Csinálok egy... egy gunner belvetet. Ugye megnézzük, hogy mit tudok belőle kihozni. Igen, gunnert, azt kill. Csak szavak, tudod. Később van már a szavakhoz. Egy ilyen, fantasztikus. Egy ilyen, ő lesz gunner. Ő kap egy ilyet, megkap egy ilyet. És eladjuk, mert nem érdekes, ezt eladjuk, nem érdekes. Hot Gunner! Eat shit! Ja, mi? És őket még megtartjuk egy gyors váltásra, majd kicsit későbbre. Mindjárt megnézzük, hogy a Hot Gunner Gilok Zeri mit művel. Gilok belvet. Jó, ez most működik. I guess. Még mindig van viszont 4 piltórem, tehát egy valamit ki kéne szedni belőle, és ez az egy valami valószínűleg a... nem tudom mi lesz, de ez biztos. Dance with me
Oké. Van egy ilyenem. Ez abba... Ez tudna még most segíteni, ugye? Nem, mert az... Az baj. Az baj. Az nem segít. Szomorkás a hangulatom máma. Ez abba... Szerintem a Warwick helyett be tudom tenni az Urgotot, mert ez egy picit jobb, mint a Warwick. Ebben a szituációban. Be kell tenni frontline-ba most már végre teljesen azt a target dummy-t, mert máskülönben nem állapot. Na. Nice. Vit tudom esetleg... A Vit tudnám kitenni, igen, de azt akarom, hogy legyen egy bruiser bónuszom. Tehát, hogy gyakorlatilag a... Bármilyen egy csillagos az a V, ugye? Ez nagyon nem érdemes tartogatni. De mindjárt kiderül. Én szóval azok az itemeket, hogyha áthajkuráznám egy Szedzsuánira, az tök jó lenne. Ez így viszont tök jól kijön. Velvet is jó. Hova se rossz egyébként. Nézd már, megjöttek az itemeim. De hol voltatok eddig, srácok? Egy Vi, meg egy... Hát te mi vagy? Challenger, Ionia, Demacia. Lófasz se. Nagyon jó. Szuper. Őt kicseréljük, és... ő megkapja ezt, meg egy ilyet, meg egy ilyet. Úgy-úgy, hajrá, Zeri, nyomassad neki. No. Close enough egyébként. Nem éltem túl sokban már. Ez jó lesz így. A második legnagyobb sebző. Tristana csinál splash damage-et. Most teljesen hülyén fog kinézni, de így fogom megoldani. És... Jó, ez már valami. Ez meg még inkább valami. Nagyon jó. Jó, talán ez a csávó ez most nem ver meg. Így van, mondjuk elég soka. Jó, nem. Oké, ezt megoldom. Ezzel nincs gáz. Hiába szorok a kerizni. Jó, kilóg a homlokom, majd toljatok már. Itt előre döltem, aztán ez van. Nem is kell több víz szerint, vagy mi több zeri, mert nem fogom tudni megcsinálni. This guy, ő elkezdik kiütni a többieket. Tehát. Mit csinálunk? Négy zón az kell sajnos, ez viszont lehet, hogy jobban működik majd itt. Sőt, garantáltan jobban működik majd itt. De veszek egy tartalék vít, hogyha valami viccesség jönne belőle. Nem érdemes kergetni a... Mi meg ugyan piltover, de nem fogom mindig beletenni a build-be, főleg mert most meghalok, de... Ötödik hely?
Valaki megátkozott, gyerekek, valaki kiütötte a streakert, vagy én kiabáltam el, de... Na. Volt egy 39 LP, a szomorú.